Az év elején nagyon sok üzlet előtt halmokban állt a szemét. Egy külsős cég vállalta, hogy elszállítja a szemetet. Kétszer kellett volna ezt ingyenesen elszállítani, majd fizetőssé tették ezt a szolgáltatást. De hogy a várost, illetve a belvárost ne lepje el a szemét, közbelépett a Mirehu. Köszöntöm a Miskolc Televízió nézőit, és köszöntöm a stúdióban Ladányi Rolandot, a Mirehu ügyvezetőjét. Mi történt itt? Hát egy nem várt helyzet, igazából mi sem készültünk fel erre. Volt egy koncepciónk, ami a belvárosnak a hulladék gazdálkodását komplexen kezelni, mert nagyon-nagyon sajátos Miskolc belvárosa, rengeteg kis apró üzlet van a kapualjakban, picik az üzletek, nagyon sok helyen nincsen gyűjtőedény, és hát abban állapodtunk meg a múlt év végén, hogy erre mi, mint Mirehu, kidolgozunk egy koncepciót. És ez a vegyes hulladékgyűjtés, a szelektív hulladékgyűjtést is érintette volna, és ez ugyanilyen volt maga ez a szelektív gyűjtésnek is a rendszere, hogy ezt mi egy kicsikét megreformáljuk majd a jövőben, és átírjuk. És hogy, hát, hogy nem volt üzleteknek gyűjtőedényük? Hát nagyon sok helyen a gond az, hogy nagyon picik az üzletek, néhány négyzetméteresek, és nem tudják berakni a kukát, mert büdös, tehát nem szívesen rakja be senki az üzletbe, és ez egy probléma. És amit látunk, az a feltáró utca, tehát nem feltétlenül a belváros, vagy nem a fő utcán, vagy a sétáló utcán jelenik meg a probléma, hanem a mögötte, vagy mellette lévő párhuzamos utcákon. És ez indukálta ezt a folyamatot, hogy ebben valamiféle változás kell, tehát ezt újra kell, hogy gondoljuk a jövőben a teljes belvárosi gyűjtést. Leültek a városvezetéssel, és meghányták, vetették, hogy hogyan lehetne ezt úgy csinálni, hogy azért Miskolc belvárosa ne legyen szeméttel teli. Milyen döntés született? Hát ez még most is folyamatban van, ez a koncepció, és azért is mondtam, hogy a szelektív gyűjtés esetében ez egy nem várt időzítés volt, tehát mi ezt egy picit későbbre terveztük, de mivel ez a helyzet előállt, nekünk ebben lépni kellett, és akkor hoztunk egy döntést, hogy a belvárosban nem lehet hulladék az utcán, tehát ezt nem hagyhatjuk, és a Mirehu, mint Miskolc város közszolgáltatási alvállalkozó, egy alapvető feladata, hogy ezt ebben lépjen és ezt megtegye. És akkor mi azt mondtuk, hogy a koncepciónk, ami lett volna, hogy napi gyűjtés állunk át, ezt bevezettük január 1-ével, vagy január 1-i napjaiban, amikor ezt észleltük, hogy ne legyen kint semmiféle hulladék. A múltban, tehát a múlt évig ez heti két alkalommal történt, kettő napon volt bent ilyen szelektív gyűjtés. Mi azt mondtuk, hogy a fő utcán végben, tényleg is ezt tapasztalati számaink is mutatják, kb. 10 perc egy autóval, és mi azt mondtuk, hogy ne kelljen gyűjtögetni senkinek. Éppen a belváros speciális jellege miatt, hogy picik az üzletek, tehát senkinek egy cipős doboz se kelljen ott elpakolni az üzletben, hanem azt mondtuk, hogy akkor bemegyünk minden nap délután, munkanapokon végigszaladunk a belvárosba, és amit találunk hulladékot, azt elhozzuk. És ez tulajdonképpen a belvárosi üzlettulajdonosok jól jártak, mert ingyen elviszik a szemetüket. Így van, így van. Hát alapvetően ez a csomagolási hulladékra vonatkozik, tehát az ingyenesség az a csomagolási hulladékot. De hát abból nincs kevés. Abból, hát persze, mert alapvetően minden ma már azért túlcsomagolt, be van csomagolva rengeteg a papír vagy a fólia hulladék, tehát ez a két fő anyagáram, amit látunk és ami keletkezik itt a belvárosban is. Tehát semmivel nem kell hozzájárulniuk az üzlettulajdonosoknak ahhoz, hogy az ő hulladékjukat, csomagolási hulladékjukat elszállítsák. Nem, ez teljesen térítésmentes, és ennek így is kell maradnia. Tehát ez a rendszer működött nagyon régóta már, tehát ez a 2000-es évek végén indult ez a belvárosi szelektív gyűjtés. És azért, mert ma a hulladékpiacon különböző piaci tendenciák mondjuk negatív irányba mozognak, azért az elmúlt éveknek a kialakult gyakorlatát nem szabad elvetni, és akkor csak piaci alapon ezt félretenni, mivel megvolt erre az igény, az üzlettulajdonosok ezt megszokták, és ugyanez igaz mondjuk a lakossági gyűjtésben is természetesen. Ezt tenni kell, vannak uniós elvárások, amik ránk is uniós tagállamra elég komoly kötelezettségeket rúnak, hogy mi az, amit majd teljesítenünk kell visszagyűjtésben. Ez másképp nem fog működni. És ez nem a piaci árak kell, hogy feltétlenül meghatározzák, hanem alapvetően vannak egyéb elvárások, amiket teljesítenünk kell. A jövőben a gyűjtés további átalakítása, illetve bővítése is várható, ez is elhangzott, azt hiszem, január közepe tájékán. Ebben milyen előrelépés történt? Vizsgáljuk az egyéb alternatív gyűjtési lehetőségeket. Tehát szeretnénk azt, hogy a belvárosnak és főleg ezeknek a párhuzamos utcáknak a kinézete optikailag jelentősen javuljon és megváltozzon.
Jelenleg vizsgáljuk a föld alatti gyűjtésnek a lehetőségét is, tehát hogy magákat az edényeket azt föld alatt helyeznénk el, csak egy nyílás jelenne meg, ahová be lehetne ezeket a hulladékokat helyezni. Itt már vannak okos megoldások, tehát lehet egyedi azonosítóval, tehát itt lehetne azt akár, hogy zsákban gyűjteni, és mondjuk megfelelő azonosítók mellette be elhelyezni a boltoknak is. Tehát rengeteg lehetőség van benne. Most ezeket vizsgáljuk, vannak már ajánlataink is, tehát ez ilyen ajánlati fázisban van, hogy ez körülbelül mekkora összeget jelentene, illetve itt Szlovákiában nem messze a határtól több településen működnek már ilyen rendszerek. Egyeztettünk a gyártókkal, most szervezzük a kinti megtekintését ezeknek. Ennek nagyon fontos, hogy ezt technológiai oldalról is tudjuk kezelni, tehát nem csak az, hogy elhelyezünk egy edényt, és akkor az jól mutat, hanem azt ki kell tudni üríteni, és hát meg kell vizsgálnunk ilyen oldalról, és ez jelenleg folyik, tehát ezeknek az előkészítése. Erre gondolom pályázni kell, vagy pályázati lehetőséget kell nézni, hiszen nem kevés pénzbe kerül egy ilyen rendszer kiépítése. Hát, amennyiben van pályázati forrás, akkor mindenféleképpen, illetve itt a térségben elég komoly fejlesztések valósultak meg az elmúlt évben, aminek eredményeként a amortizációjában keletkezett itt a hulladékgazdálkodási társulásnál is fedezet. És van arra is lehetőség, hogy ebből ilyen típusú fejlesztéseket végre lehessen hajtani. De először szeretném magát a koncepciót összerakni, leegyeztetni, hogy akkor mi lehet az a megoldás, ami mindenkinek jó lehet, és akkor utána tudunk tovább lépni a fejlesztésre. De azt gondolom, hogy korai még megkérdezni, hogy körülbelül mikorra várható az, hogy föld alatti személygyűjtő lesz még belvárosában. Még nem járunk ki, tehát ez egy alternatíva lehet, tehát vizsgáljuk, mint alternatívát, hogy ezt bevezethessük. Ez egy nagyon korrekt, tiszta, tehát egy városképi szempontból mindenféleképpen egy nagyon jó megoldás, amellett, hogy viszont ennek a legmagasabb a költsége is. De össze fogjuk rakni ezt a koncepciót, ha látunk mindent már, hogy mi az, ami szükséges hozzá, ez mennyibe kerül, akkor leülünk a város vezetésével, és akkor ezeket le tudjuk ütni, hogy akkor mik azok a mérföldkövek, amiben tovább tudunk menni. Az elmúlt napok híre, hogy összeomlóban a papírpiac, már szinte azoknak kell fizetni, akik beviszik a papírt. Mi történt a papírpiacon? Hát a Kína hatás, ha lehet ezt így mondani, hogy azért az elmúlt évekig Kína nagyon komoly mennyiségben vett át mindenféle típusú haszonanyagot, és az ottani szabályozásnak és szigorításoknak köszönhetően ez jelentősen lecsökkent. És ma kb. Egy ilyen 8 millió tonnás hulladék többet van Európában papírhulladékból a meglévő feldolgozási kapacitásokhoz képest, ami oda vezetett, hogy hát igazából a papírára zuhanni kezdett. És ma még, tehát vannak olyan anyagáramok papíron belül is, tehát különböző típusú papíráramokról beszélünk, amelyek még értékesíthetők, de viszont már vannak olyan anyagáramok, amiket mondjuk papírgyárak is ilyen jelképes összegért vesznek át, és hogyha rátesszük a hozzánk kapcsolódó gyűjtéseket, akkor előállhat az a helyzet, hogy már ez a végeken, tehát mondjuk akár a vállalkozásoknál ez kvázi fizetési kötelezettséget jelenthet. Megéri-e most már az iskoláknak mondjuk papírt gyűjteni? Tudom, hogy ott a környezettudatosság volt elsősorban a cél, de azért jó jött az a kis zseppénz is, amit ezért kaptak, hiszen elmehettek egy osztálykirándulásra. Igen, itt előjön az, amire utaltam az előbb, hogy különböző anyagáramok vannak, és most alkalmazkodnunk kell ehhez. Tehát itt is meg kell nézni, hogy mi az az anyagáram, amit az iskolák felé el kell tolni. Tehát mi azt fogjuk javasolni most a tavaszi szezonban, amikor újraindul az iskolai papírgyűjtés, hogy ha tisztán újságpapírt tudnak gyűjteni, tehát egyéb anyagoktól mentesen, akkor a mai piaci árakon, és ez fontos, hogy a mait hangsúlyozni, a mai piaci árakon úgy látjuk, hogy ezért fogunk tudni ugyanúgy az iskoláknak fizetni. Tehát nem vész el ez a tradíció, ami ez nagyon régre mutat vissza, hanem az iskolák tudnak gyűjteni, ezért mi tudunk fizetni is. De az fontos elmondani, hogy például, ha vegyesen történik a gyűjtés, az a vegyes papír kategória, mert nagyjából minden benne van már, ott az ma egy 0 forintos átadás jelent. Tehát az a mai piaci ára. Ezért nekünk is alkalmazkodni kell, illetve az iskoláknak is, hogyha ebből bárki egy kicsit többletforrás szeretne, hogy legyen, akkor oda kell figyelni iskolai fronton is, de ettől függetlenül ez járható még. Amit látunk, és most piaci tendencia, folyamatosan vizsgáljuk a papírárakat, és várjuk, és most pont hónapváltásban is vagyunk, hogy hogyan alakul a tendencia. Ez egy jelentős esés volt az év végére, januárra is elég komolyan beesett a papírára, de februárra ez most úgy tűnik, hogy megállt.
Tehát a februári árak azok nagyjából megegyeznek a januáriakkal, tehát nem látni, hogy az követően mi lesz, de most látunk egy kicsi nyugalmat a jó minőségű alapanyagok tekintetében. Mit csinálnak azzal a csomagolóanyaggal, papírral, amit begyűjtenek a főutcai üzletekből? Hát ezeket mi feldolgozzuk, tehát itt Miskolcon van egy hulladékválogató művünk, ahová bekerül minden ilyen csomagolási hulladék, és ott ezt, ha kell, válogatjuk, bálázzuk, és utána értékesítjük tovább papírgyári irányba. De pont ezért, mert hogy összeomlóban a papírpiac, hogyan tudják tovább értékesíteni? Hát úgy, hogy válogatunk, és tehát nekünk is válogatni kell, hogy azokat a tiszta anyagáramokat tudjuk produkálni, ami még értéket képvisel. De akkor megveszik. Tehát azért annyira nem... Igen, ez fontos kimondani, hogy ezek értékesíthetőek, ezek az anyagok. Ezeket válogatjuk. Az a típusú csomagolási hulladék is, ami mondjuk a főutcán keletkezik, az pont ebbe az értékesebb kategóriába tartozik. A gondot inkább a lakossági gyűjtésben keletkező vegyes papír okozza, de az nem, az egy közszolgáltatási szegmens, az teljesen más keretrendszeren belül működik, mint ez a úgymond ipari vagy vállalkozói körből származó hulladék. Tehát ezt mi is szétválasztjuk, és ebből tudunk eredményt elérni. Tavaly októberben megnyitották a MÚK-ot, aminek a rövidítése, illetve a hosszabb neve a Miskolci Újrahasználati Központ. Ide a lakosság viheti be a tulajdonképpen feleslegessé vált használati tárgyakat. Tehát bármit, ami működik. Honnan jött az ötlet? Ez egy nagyon régi álom és projekt, lehet ezt mondani. Valamikor 4-5 éve ezelőtt egy diplomamunkával indult, amikor hát én is, mint külső konzulens ebben egy ifjú mérnök hallgató mellé álltam, és azt mondom, hogy ezt nézzük meg, építsük fel, hogyan tudjuk ezt megcsinálni. És hát ez mostanra vált valósággá. Ez a projekt nagyon fontos, és ezt mindig hangsúlyoztuk, hogy alapvetően mi egy hulladékkezelő cég voltunk, és bejönnek a hulladékok, begyűjtjük, valamit teszünk vele, és továbbadjuk valakinek. És akkor azt mondtuk, hogy ezen túl kell lépni, akár ha csak a hulladékpiramisra gondolunk, hogy alapvetően ezek mindig már ilyen valahol egy kicsit végponti megoldások, hogy kezelem a hulladékot, azzal valamit teszek, de hogy egyrészt, hogy valamiféle értelemben megelőzzünk, vagy újra használjunk, és ez, hogy ne keletkezzen hulladék. Hogy tudjunk ezeknek a termékeknek, tárgyaknak egy újabb életet adni, és hát ez indukálta azt, hogy rengeteg ilyen termék van, láttuk, tehát hulladékudvarokat üzemeltetünk nagyon-nagyon régóta, elindult a házhoz nőlom tanítás már jó pár éve, és láttuk, hogy nagyon sok városlakó, ha bútor cserél, vagy bármit, akkor nem tudja hova tenni, és akkor ez kikerül lomtanításba, aminek korábban a végpontja mondjuk hulladéklerakó, vagy bármilyen hulladékfeldolgozó üzem volt, de nem hasznosult. És azt mondtuk, hogy hát teremtsük meg ennek a feltételét, és tényleg egy ilyen jelképes összegér, ha valaki bejön, amit mi begyűjtünk, leválogatunk, beszállítunk, akkor ezt el tudja vinni az arra rászoruló. És hát ez elindult, ez a folyamat. Mi magunk is meglepődtünk magán a sikerén, tehát 3 hónapja működünk. Most épp megnéztük, hogy visszanéztünk egy picikét, hogy mi történt az elmúlt 3 hónapban. Az látszik, hogy kb. 5500 darab tárgyat mentettünk meg. Tehát mindent rögzítünk, hogy mi az, ami kvázi kikerül az újrahasználati központból. Tehát 5500 tárgy volt, ebből ilyen 300 körüli nagyságrendek, ami nagy darabos, tehát bútor. Tehát fotelek, ülőgarnitúrák, szekrénysorok. Tehát egy nagyon komoly számról beszélünk, amit sikerült igazából visszaadni valakinek. Itt lehet is egyébként látni, hogy már a nyitáskor is, vagy láttuk az előbb, a nyitáskor is rengeteg tárgy volt, szinte roskadoztak a polcok. Igen, tehát tényleg nagyon nagy figyelmet fordítanak rá a kollégák, hogy mindent, amit lehet, kimentsünk. Van egy kicsi speciális jelleg is ennek az újrahasználati központnak, hogy működik az országban néhány ilyen újrahasználati központ, a legnagyobb Budapesten, de az is egy raktár épület jellegű. Nekünk itt volt egy régi irodaszárnyunk, amit már nem használtunk, és hát ő is kapott egy újra használt, egy új életet, mert azt mondtuk, hogy egy kicsit tört, kicsit kopott, egy megviselt régi irodaszárny, de erre alkalmas lehet, és kvázi az irodákba tematikusan egy ilyen berendezett helyiséget alakítottunk, tehát külön van a gyerekjátékoknak egy irodája, vagy egy helyisége, vagy külön a konyhai eszközöknek, tehát szét tudtuk szeparálni, és emiatt teljesen egyedivé vált, tehát ilyen nincs még egy az országban, ez kvázi egy ilyen miniboltként működik, tehát nem annyira egy ilyen hulladékkezelő létesítménynek a képét nyújtja,
és hát emiatt volt az, hogy volt helyünk is, tehát hogy nagy méretben tudtunk rengeteg tárgyat behelyezni, illetve az, hogy volt rengeteg anyagunk, amit be tudtunk tenni. És ez is sőt, még volt. Azt is bevállalták, hogy a nagyobb dolgokért akár el is tudnak menni, tehát szállítást is vállalnak. Így van. Amikor beindította az újrahasználati központ, akkor a polgármester úrnak volt egy kérdésem, mert az volt az alapkoncepciónk, hogy ne dobja ki, hozza be. És nyitva van most is az ajtónk mindig bárki előtt, van egy doboz kihelyezve a cégben, utána, hogyha bárki arra téved, be tud bármit hozni. De hogy indítsuk el azt Miskolcon is, hogy ha már kimegyünk a házadon lomtanításba a lomokért, akkor akár el tudjuk hozni is ezeket az anyagokat, és a rendszer így működik ma már, tehát ha van valakinek igénye, akkor kimegyünk. Ami fontos viszont, hogy, és ezt mindig elmondjuk, hogy nem költöztetést válunk, tehát lakásba mi nem megyünk be, kirakják az ingatlan elé, és onnan mi bármit elhozunk, hogyha az igénybejelentés megtörtént. Van ezek után létjogosultsága tulajdonképpen a lomtalanításnak, a lomgyűjtésnek? Hát van egyébként, mert rengeteg olyan lom is kikerül, ami nem újra hasznosítható, tehát mi is válogatjuk ezeket a lomokat, de rengeteg értékes dolog van, tehát most ami tényleg másnak értékes lehet, vagy elég arra gondolni, és tényleg is van tapasztalat, hogy volt egy ifjú pár, aki albérletbe költözik most egy üres lakásba, nem volt bútra, és eljöttek hozzánk is, berendezték az albérletet tőlünk egy jelképes összeg, és el tudtak indulni, volt hol lakni, tehát azon tényleg nagyon pozitív lehetőség van ebben, és akár lehet, hogy az anyagok majd egyszer visszakerülnek hozzánk, vagy ez a tárgyak tőlük is, és akkor valaki másnak ülhet addig, ameddig ezek nem használódnak el. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Ladányi Rolandnak, a Mirehu ügyvezetőjének. Én köszönöm. A tévénézőknek pedig a figyelmet, Miskolci Naplóval legközelebb egy hét múlva is várjuk Önöket. Viszontlátásra!